Mi sem olyan csalóka, mint egy fényforrás távolsága a vaksötét éjszakában. Millás reggeli. 8 év után vége a görög megszorításoknak, az euróövezet tagállamainak pénzügyminiszterei pénteken megállapodtak ugye annak a tervnek a végső részleteiben, ami kiengedi Görögországot a 8 éven át tartó megszorításokat követő pénzügyi segélyprogramból, vagy legalábbis annak a harmadik részéből. Úgyhogy elvileg ez azt jelenti, hogy hivatalosan is vége. Na de hát ugye ez a hivatalos, meg az, hogy miben állapodnak meg a pénzügyminiszterek, mit jelentenek ki, ez egy dolog, de hogy a valóságban mi történik Görögországban, ezzel fogunk foglalkozni. És tárcsáztuk Pogácsa Zoltán közgazdászt, szociológust, a Nyugat-Magyarország Egyetem docensét. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, szervusz, jó reggelt a hallgatók! Mit lehet elmondani erről a 8 év? Jó, sokat beszéltünk már útközben is arról, hogy ez mit hozott Görögország számára, illetve hogy egyáltalán az Európai Unió pénzügyminisztereinek a véleménye és a valóság az mennyire járt kéz a kézben, de mit jelent most ez Görögország számára? Hát ugye Ciprasnak óriási szüksége van, Ciprasz a miniszterelnök, aki ugye annak idején 2015-ben elfogadta a trojkának az Európai Központi Banknak, a bizottságnak és az IMF-nek, ezeket nevezik trojkának, szóval nekik ezeket a megszorító intézkedéseit. Ugye ez volt az, amikor Yanis Varoufakis pénzügyminiszter lemondott, mert szerinte ez elfogadhatatlan volt, és Alexis Tsipras miniszterelnök pedig bevállalta, és azóta rengeteg brutális megszorítás volt, és hát ugye nem sokára választások lesznek Görögországban, és hát ezért óriási szüksége van Tsiprasnak is arra, hogy valami fajta siker legyen. Másrészt hát persze maguknak, az intézményeknek, a trojkának is kellene bizonyítania, hogy ennyi év megszorítása valahol megérte, és ezért azt gondolom, hogy egy óriási színház történik jelenleg Görögországban. Eljátsszák azt, hogy itt valami hatalmas sikertörténet van, hogy Görögország kijönne a megszorításokból, de közben szó sincs róla, hogy kijönne. Sőt, pont az ellenkezője történik. Hát azért érdekes, amit mondasz, mert ugye azt mondta az Európai Bizottság biztosa, aki a gazdaság és pénzügyekért felelős biztos, hogy történelmi megállapodásról van szó, sőt, konkrétan idézem, ma este véget ért a görög válság, mondta. Hát ehhez képest a következő van, hogyha az ember megnézi, hogy miről szól ez a megállapodás, és mi van konkrétan a szövegében. De azon benne, hogy 2022-ig Görögországnak 3,5%-os elsődleges hiányt kell produkálnia, tehát most az elsődleges pluszt kell, tehát szuficitet kell produkálnia a költségvetésében, ugye ezt azért, hogy tőle lesz-e a hiteleit. Utána pedig egészen 2060-ig 2,5-ös pluszt kell produkálnia. Mindezt azért, hogy visszafizesse a 180% per GDP-s államadósságát. Tehát nem volt semmifajta könnyítés az adósságon, nem töröltek el egy fillért sem, hanem még 42 éven keresztül folyamatosan óriási elsődleges költségvetési pluszt kell produkálni ennek az országnak, amit még soha senki nem csinált. Tehát nem, hogy egy ilyen rossz állapotban lévő gazdaság, mint a görög, nem, de soha senki erre nem volt képes, hogy 42 éven keresztül minden évben folyamatosan... De ez hogy lehet ilyet előírni egyáltalán? Tehát én tényleg laikusként, de csak azt mondom, hogy hát 42 évre előírni gazdaságilag bármit, hát az 5 éves tervek is ambiciózusak voltak annak idején, de ez... És hát ez természetesen megszorítás hátán. Uh-huh. Tehát miközben azt mondják, azt kommunikálják, hogy nem vége a megszorításoknak. Ugye már ehhez a mostani megállapodáshoz kötődően is újabb megszorításokat fogadott el a görög parlament előre menőleg. Idén be kell fizetni a jövő évi adókat a görög vállalkozásoknak, de hát ez gyakorlatilag 42 évre garantálja azt, hogy itt megszorítások lesznek, hiszen csak az az ország képes először 3,5-ös, majd 2,2-es pluszokat kikényszeríteni a gazdaságból. Ugye emlékeztetnék azt, hogyha egy államnak
pluszos a költségvetése, az azt jelenti, hogy ennyi pénzt elvon a magángazdaságtól. Tehát amikor Orbán Viktor néha azt mondja, hogy pluszos költségvetést szeretne, az baromi felelősnek hangzik, ne egy csomó embernek, de hát ez ugye gyakorlatilag azt jelenti, hogy ez a pénz adók formájában kikerül a gazdasági, a magángazdaság vérkeringéséből. Tehát hogy ezek megszorítások még hosszú időn keresztül, de nem itt van, nincs itt a vége. Ugye a áprilisban kijött egy tanulmány, amit Barry Eichengreen és a munkatársa jegyez, ők azért elég nagy nevek így a közgazdász szakmában, ahol bebizonyították, hogy azokkal a feltételekkel, adósságelengedés nélkül, azokkal a feltételekkel, amelyeket Görögországnak előírnak, lehetetlen visszafizetni a görög államadósságot, tehát hogy mondjam, komoly elemzések szólnak arról, hogy ez az egész teljesen lehetetlen. És hát még egy dolog, ami szerintem nagyon fontos, hogy hát ugye itt azt kommunikálják, hogy vége az intézmények a trojka ellenőrzésének, de ehhez képest az van a szövegben, hogy ameddig ez a visszafizetősdi megy, az hosszú-hosszú évtizedekre előre, minden évben négyszer a trojkának az emberei, azok ugyanúgy elutaznak Görögországba, Athénba, ahogy eddig tették, és szigorúan ellenőrzik, hogy a visszafizetés, hogy a kormányzat mit csinál. Én is kérdeznék valamit. De rövid póráz, megszorítások és visszatörlesztés, ez a lényeg. De ha a görögök nem, akkor ki a haszonélvezője ennek az egésznek? Csak azért kérdezem, mert a lapszemlében a Magyar Idők címlapján azt írják, hogy a németek már egy ilyen 3 milliárd eurót kerestek ezen az egész görög válságon. És ezt nem indokolatlanul írják, annak ellenére, hogy a Magyar Idők írja. Én azt gondolom, hogy ezt most már elég sokszor sokan bebizonyították, legutoljára pont egy német berlini kutatóintézet mutatta ki, hogy hát ugye azzal, hogy Németország képes volt az utóbbi időben mondjuk adósságállományt kibocsátani nulla, vagy sőt negatív hozammal, és hát igazából amikor Görögországnak kölcsön adott, akkor egy 5% körüli hozammal adott kölcsön mondjuk az ECB-n keresztül. Tehát, hogy jelentős összegeket keresett Németország azon, hogy Görögországnak kölcsön adott, és ráadásul ugye még egy hatás van, az, hogy a dél-európai országokból menekült a tőke, és ennek is egy nagy része mondjuk Németország felé menekült, tehát többfajta mechanizmuson keresztül is bizony, ez nem egy konspiráció elmélet, a németek kerestek, miközben persze Angela Merkel úgy tűrhetett fel, hogy ő megmentette Görögországot, de hát közben nem ez történt. 95%-át annak a pénznek, amit hivatalosan Görögországra költöttek, azt valójában arra költötték, hogyha azokat a nyugat-európai nagybankoknak, tehát hogy ugye törlesztő részletek formájában visszament Nyugat-Európába, és azoknak a nyugat-európai nagybankoknak az adósságállományát, amelyet az eurozóna időszakában felhalmoztak, tehát vásárolták ezeket a dél-európai állampapírokat, ezeknek a törlesztő részleteit visszafizették, és az időközben szépen átpakolták ezt az államadósságot a nyugat-európai nagybankoktól, az Európai Központi Bankhoz és a buffer alapokhoz, amiket az Európai Unió létrehozott, azaz, hogy a magángazdaságnál lévő rossz adósságot átpakolták az államhoz, mert hogy az ECB az tulajdonképpen állam itt a eurózóna adófizetőinek a pénzéből. Ne! Pont a legjobb résznél! Puh. Hát mindegy. Na vissza kéne hívnunk. Hát de az a kérdés, van-e erre idő, mert közben haladnunk kell. Na mindegy. Érdekes gondolatok voltak ezek. Pogácsa Zoltán. Nem hallottam. Na, itt van. Jó. Egy pillanatra elment a hangod. Uh-huh. Megvan megint. Okay. Igen, de meg ott vagyok. Igen, jó. Ott tartottunk, hogy a görögök kerestek ezen, és annak ellenére, hogy hivatalosan, vagy igen, hogy a görögöknek ment a segélycsomag, azért az a törlesztésre ment. Ez fog folytatódni a jövőben is? Tehát most megint azok az államok, akik segítettek a görögökön, azzal, hogy finanszírozták az államadósságukat, azoknak a profitját ki kell termelnie az országnak?
Hát itt ugye arról van szó, hogy az adófizetők, tehát hogy a német, de ezen kívül mondjuk a szlovák vagy a portugál adófizetők voltak azok, akik összeadták azt a pénzt, amiből tulajdonképpen a Deutsche Bank, az ING, a BNP Paribas által birtokolt görög államadósságot államosították, és most ugye az a hivatalos ígéret, hogy 2060-ig, ameddig ugye ismét emlékeztetnék a görögöknek, évről évre ki kell termelnie minden egyes évben először 3,5, majd 2,2-es pluszt a költségvetésükből, és ebből törlesztik a 180% per GDP-s adósságállományukat, és akkor elvileg ugye visszakapják ezek az eurozónás adófizetők a pénzüket. De hát valójában mondom, tehát az Eichengreenék által írt tanulmány, de több más elemzés is, hát nagyon-nagyon kevesen vannak, akik ezt komolyan gondolják. Az utolsó kérdés, nem gondolkodik senki alternatív megoldásokon, maguk a görögök sem? Hát azért ennyi időre bezárolni egy irányú utcába, az nem biztos, hogy jó. Hiszen annyi minden történhet a világon, most jön majd ugye az olcsó pénz korának lassan vége, a tőzsdék lassan esegetnek, tehát nem egy könnyű gazdasági környezet jön. Ha ebben a fellendülésben ezt ki kell termelni, akkor gazdasági nehézségek közepette ez még keményebb meló lesz. Az alternatíva az lett volna, amit a Syriza nevű párt 2015-ben képviselt. 2015 januárjában ezt a pártot azzal választották meg, ugye a magyar sajtó jelentős része ezt valami szélső baloldali pártnak próbálta beállítani ezt a Szirizát. A szélső baloldali párt az azt jelentette volna, hogy mondjuk államosítani akart volna, hogy ki akart volna lépni az eurózónából, vagy nem tudom, 5 éves tervet bevezetni, de semmi ilyesmit nem akart. A Szirizának egész egyszerűen egy klasszikus szociáldemokrata programja volt, ami arra szólt volna, hogy beruházása humántőkébe, tehát nem csökkentjük az oktatásra, egészségügyre költött pénzeket, mint ahogy tette a megszorítások 10 éve alatt végig a görög kormányzat, és nem emeljük az adókat az egekbe, ezzel gyakorlatilag tönkretéve a görög gazdaság értékelemtő képességét a vállalkozásokat, hanem pont ellentétet. Figyelj, még egy hallgatói felvetés. A németeket úgy állítjátok be, hogy nyerészkedtek szegény görögönkön, de hát meg kellett őket menteni. Ha nem adnak pénzt, már ős közösségben élne az összes görög. Le vagyok döbbenve. Még egyszer, tehát nem a görögöket mentették meg, tehát azt kéne megérteni a kedves hallgatónak, hogy 95%-a annak a pénznek, ami hivatalosan Görögországba ment, az arra ment, hogy törlesztő részleteket fizettek ebből a görögök, hogy ne menjenek csődbe a nyugat-európai nagybankok. Tehát nem Görögországot mentették meg, ugyanaz történt, mint Amerikában, a bankokat mentették meg adófizetői pénzekből, csak az a különbség, hogy Amerikában kimondták, hogy a bankokat mentjük, itt pedig el volt játszva, hogy itt tagállamokat mentjük. Uh-huh. Igen, ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe azt a beszélgetést, amit itt folytattunk a stúdióban Pogácsa Zoltánnal, ezt a témát alaposan körbejárva, kivesézve. Zoli, köszönjük szépen ezt a mostanit, remélem, hogy beszélünk még, de nem feltétlenül ennyire negatív dolgokról. Szép napot neked! Pogácsa Zoltánnal beszélgettünk, a Nyugat-Magyarország Egyetem docensével, szociológus, közgazdász, és természetesen a téma az volt, hogy hivatalosan vége a görög válságnak, hát mint kiderült, azért a valóság egy kicsit messzebb van. Sietnünk kell, mert rengeteg témánk van, és ugye elúsztunk az idővel, többek között a hal áfa témájával is fogunk foglalkozni. Ugye tegnap lapszemlébe felvetettük, hogy a hal ára az áfa csökkentése ellenére nem lett olcsóbb, hogy ez miért van így, azt fogjuk majd a következő blogban vitatni. Még egyszer a millastegeli.hu-n, ha beüti valaki, hogy Görögország Pogácsa Zoltán a keresőbe, akkor kijön a beszélgetés, podcastban meg lehet hallgatni.